Köszönöm a csillagai elnevezési rendezvényükön. Rendezni azért látott napvilágot, hogy ne mindig csak a távolban nézzünk, de lássuk mellettünk élő tehetséges és tenni akaró embertársainkat is. Reméljük, ezen az alkalommal egy újabb hagyományt tud elindítani a településen, és egyre többen fogják majd az évek múlásával megmutatni, mire is képesek. A mai nap 11 előadó jelentkezett különféle műfajban, de sajnos betegségek és egyéb elfoglaltságok miatt négyen mégsem tudnak ma itt lenni velünk. Így 7 csodálatos fellépőt láthatunk majd a színpadon. Láthatunk majd verset, népmesét, táncokat, muzikát és népdalcsoport is. Kívánunk, hogy érezzék nagyon jól magukat, a fellépőinknek pedig sok szerencsét, élményt és sikereket kívánok. Az első fellépünk Balázs Mária Éva, újságíróként, közművelődési szakemberként dolgozott, nyugdíjas éveiben párjával költözött Cserszegre majd, méghozzá Cserszeg részére. Szerette az irodalmat, főleg a mértartalmú verseket, de most inkább egy vidám hangulatú verssel érkezett hozzánk, mellyel szeretne mindenkit egy kicsit felvidítani. Nagyon örülök, hogy ezt a verset hoztam ma, amit választottam. Nem gondoltam, hogy ennyi kedves gyermekarccal kerülök szembe. Ahogy hallottátok, szeretem a komolyabb verseket, de nagyon kedvelem a vidám, derűs verseket is, amik mosolyt csalnak az embereknek az arcára, és ez a vers most kifejezetten olyan, ami nem csak a felnőtteknek csal mosolyt az arcára, hanem azt gondolom, hogy nektek gyerekek is. És mindjárt kérdeznék tőletek valamit, hogy szerettek-e iskolába járni, őszintén? Van, aki szeret. Jó, nagyon jó. Mert hogy én is egy iskoláról fogok nektek egy verset mondani, hallgassátok szeretettel. Romhányi József, nyúliskola. Erdő szélén nagy a móka mulatság, iskolába gyűlnek, mint a nyulacskák. Tanító ott középen az anyu, kinek füle leghosszabbnak bizonyul. Kezdi az oktatást egy fej káposztával, hallgatják is tátott szájjal. Az egymás tapasztó, táosztó levelek képeztek káposzta, letépett levelein belül tapasztalt betétet, mely a kopasztott káposzta törzse, úgy hívják, hogy torzsa. Ha most a torzsára sorjába visszatapasztjuk a letépett káposzta leveleket, akkor szakasztott, helyesen, fejesen szerkesztett káposztát képeztünk. Megértettük? Kérdezte a nyúltanár. Lapult a sok kis tapsifül, hisz mindegyik unta már. Akkor rögtön feleltetek. Nos, felelte nyuszi-gyuszi. Állj két lábra, s vázolt hát, mi történik, ha ízekre bontasz egy fejkáposztát? Jól lakok, felelte elképesztő képzetten a kis káposztakopasztó ebugatta, de a tanár megbuktatta. A második előadónk György Laura, 11 éves, 4 éves korúta sportol, 6 évig egy táncsoportban táncolt, 6 éve ritmikus gimnasztikázik, a sport az élete része lett, számos eredményt ért el mind a két sportákon, táncban csoportos, még gimnasztikában egyéni versenyeket is részt vett, karikai életben szabad gyakorlatból. Most gimnasztikában szeretnek megmutatni a tehetségét. Please don't stop the music.
Simon József, a testvérek együtt ír egy novellás kötetet, melyek eddig 4 kötet jelent meg, az unokáinak is nagyon szeret mesélni, ám most a felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt szeretnek kedveskedni egy székely népmesében. Olyan korú, akik ti vagytok, és mikor itt vannak nyáron reggelenként, kimegyünk ide hegyekbe, kisízzálunk, és úgy hívják ezt, hogy meseklúra, mindig mesélek nekik. Van úgy, hogy már néhány érdeklődő cserszegi kikönyököl a kerítésre, amikor elindulunk, és hallgatják, hogy éppen font, hol tart a mesét. Egyik alkalommal egy néniket beszólt nekem, azt mondja, hogy ide figyeljen maga! Hát maga csak egy mesét tud, mert gyerekeim, mikor indulunk, mindig kis gömböcöt kell nekik mesélni. Amíg azt el nem mesélem, addig más mese szóba se jönnek. Na, hát most egy székely népmesét mesélek el nektek. A címe: Rossz asszony ellenítő orvosság. Rossz asszony ellenítő orvosság. Volt egyszer egy szegény ember, szegény volt, nagyon szegény, de azért annyira nem, hogy egy kis tidója ne legyen az istálóba, és el is határozta, hogy véget vető ennek a nagy szegénységnek, meghizlalja a kis tinót, eladja a vásárba, az árán vesz egy sovánka tehenet, följavítja, porja lesz, és már egy egész szép kis gulyát gondolt el, ahogy büszkén végighajtott a falu utcáján, de szorgosan etengette kis tinót, meg is gömbölyödött szépen, aztán elhajtotta a vásárot. Igen ám, de azon a tavaszon minden szegény ember tinót hizlalta meg gazdagodás szándékában, annyi tinó volt a városban, mint égen a csillag, az ára viszont picike lett, mikor megkapta a tinó árát, kuncogott a pénzára a kezében, hát azon bizony tehenet nem lehetett venni. Indult volna az a felé, vásár kapujába. Pestis vihák legények itt a piros, hol a piros játékot játszottak. Gondolta, csak megpróbálja ő ezt, ha meg lehetne sokszorozni az árát, a kis tinónak mégiscsak meg lenne a tenéke. Figyelt erősen, nézte, hogy hova kerül a piros, a gyorsan cserélgetett poharakarat, és arra a következtetésre jutott, menni fog ez ő neki. Hát be is tette a tinó árát, a legényeknek keverték a poharakat. Itt a piros, hol a piros? Rámutatott, hogy itt a piros. Na, a piros nem ott volt. Elvesztette még a kis tinó árát is. Hát indult hazafele. Mert nem csak egy baj van a világon, volt neki egy másik baja is. Volt egy nagyon cserfes felesége, aki aztán nem rejtette még alá a véleményét, és gondolta is, hogy bizony, ha ő megmondja, hogy oda lett a kis tinó ára, meg tehénke sincsen, hát hall ezt azt, meg azt is. Megállt, gondolkodott, hogyan lehetne kibújni ebből a dolgokból, de nem jutott eszébe semmi egészen addig, míg a város szélén meg nem látott egy házhomlokán egy feliratot: Patika, minden bajra orvosság. Na azt mondja, de bemegyek, hát ha erre is lesz orvosságuk. Nevettek a patikus segédek, hogy a bácsika rossz asszony ellenítő orvosságot szeretne vásárolni, hogy valahogy kigyógyítsa magát a tinó árának az elvesztéséből. Nagy nevetése kijött a patikárius is, hogy mi ez a nagy mulatság. Mondják neki, hogy rossz asszony ellenítő orvosságot akarna a bácsika, ami hát ugye nincsen. Hát hogy ne lenne, mondja a patikus. Meg is lepültek a patikus legények, odaállította a fő patikárius a szegény embert a patika közepére, megkérte, hogy vegye le a kalapját, hunyja be erősen a szemét, és várja a csodát. Meg is hunyta a szemét a patikárius, meg lekevert neki egyet jobbról, egyet meg balról, úgyhogy fülött, csengett a füle, szikrázott a szeme. De mikor kinyitotta, a patikárius elmondta a használati utasítást. Na, ezt adja be maga a feleségének. Aztán majd meglátja, mi lesz. Hát gondolkodott a szegény ember, mert sok minden megesett már az évek alatt. De hát ilyesmivel ő aztán otthon nem próbálkozott.
hanem ahogy a ház elé ért, az asszony már a kapuba várta, és a testtartásából látta, az asszony az ember testtartásából, hogy baj van, nagy baj, és már mondani is kezdte. Hol volt kent ideig? Na hol van a dinó? Hol van a tehénkem? Na, bácsuka elmondta, hogy történt, hogy bizony. Így és így járt a pénz, oda lett, az asszony megmondta. Elejétől a végéig, majd a végétől az elejéig, majd aztán újra. Az ember meggondolta, hogy de hiszen gaza van, hát én is pont így gondolom. Hanem aztán egyszer csak elmondta, gondolta, megpróbálja ő ezt az óvosságot, és egy hirtelen mozdulattal kiosztotta az egyiket az asszonynak. Az meg azonnyomban fölgöngyölödött. De azt még nem mondtam, hogy nem csak nagyszájú zsemfés asszony volt, hanem okos is. Rögtön arra gondolt, hát ha ezt tud egy ilyet, tudhat kettőt is. De ember körüljárta, nézte, de az asszony nem szólt semmit. Még a földről is úgy kellett fölsegíteni. Nem szólt még másnap sem. Hát a szegény ember nem csodálkozott, hogy tulajdonképpen milyen jó orvosságot kapott, meg aztán szégyen ide, szégyen oda, hát még csak rendesen meg se köszönte. Kiment a híva, összeszedett egy kis rombor tojást, hogy ezt bizony beviszi hálából a főpatikáriusnak. Hát nevettek rajta a patikárius segédek, hogy nem elég, hogy két füles kapott tegnap, most meg itt van egy rombor tojással. Tehát kijött a főpatikárius, megkérdezte szépen, használta az orvosság. Szegény ember elmondta, hogy nagyon primán működött, és hogy hálából hozta a tojást. Kihúzta magát a főpatikárius, a legényekben csak nevettek. És a szegény ember már el is köszönt, amikor eszébe jutott, hogy főpatikárius uram, és ráadásul nem is kellett mind a kettő. Csak az egyiket használtam, a másikat visszaadom magának. Na, ekkor lett csak igazán nagy nevetség. Ha véletlenül elmentek egy patika előtt, és ha azt halljátok, hogy a patikárius segédek huncognak, nevetgélnek, egész biztosak lehettek benne, hogy ezt a történetet mesél. Hát, így járt a székelyedben, a rossz asszony emelik orvossággal. Negyedik fellépünk, Belkes Lorának 8 évesen volt az első megmérettetése, amikor országos versenyen külön díjat kapott. Díj 11 éves elismert operett énekesek neves művészek előtt méretette meg magát Balatonfüreden, mely által elnyert egy 3 hetes országos muzikális operett kurzust, ahol szintén neves művészektől tanult majd nyáron. Tavaly Your Song országos énekversenyen ezüstérmet szerzett muzikál és pop kategóriában. Most Berkes Laurát a Pocahontas című mese egy betétdalát hallhatjunk. Yeah.
felépünk, Horváth Leila és Bagnadi Jéviz Kinga, Cselszeg iskola tanulói és egy modern tánccal fognak fellépni. Szárnyam csatogtatnám,
galambom nem jön a fonóba. Elállt a mosó, mert nem lesz ki feladja, bánatos szívemet ki megvigasztalja. Zavaros a tíz, ha nem akar megszállni, haragszik galambom, nem akar szólalni. Majd megszáll a tíz, a fenékig lesz tiszta, akkor szólna babám, s én nem felelek vissza. Csodálatos műsorokat. Én úgy gondolom, hogy nem volt túl hosszú, de annál lélekmelegítőbb volt ez a mai délután. Nagyon szépen köszönjük a csodálatos táncosoknak, nagyon vidám volt a versenőknek, a mesének, és mindenkinek, aki ma velünk volt. És hát engedjék meg, hogy most a kedves György, kedves kis segítőmmel átadjuk nektek a kis ajándékunkat, melyet nektek hoztunk erre a csodálatos napra. Engedjétek még meg, hogy annyit elmondjak, hogy ugye a felhívásunkban is szerettük volna, hogyha a mai fellépő csodálatos attrakciók, produkciók, szereplői fellépnek majd a rendezvényeinken, és azt szeretném, hogy mondani, mindenkivel majd felveszünk külön a kapcsolatot, de a bornapokon szeretnénk majd meghívni benneteket, és akkor aki ráér, aki tud, majd leegyeztetjük, hogy mikor jó nektek, milyen feltételekkel, és akkor remélem, hogy mindenkit el tudom majd hívni arra is, de majd mindenkinek a szüleivel, illetve a felnőttekkel felveszem majd a kapcsolatot ez ügyben is. Úgyhogy köszönjük szépen, és akkor most pedig, hát elsősorban szeretném felkérni Balázsi Mária Évit a csodálatos versére, azért az emlékszem. Mi is járna, mint egy csodálatos édes cserszeknő vagy. Hűszeres, köszönjük szépen. Szeretnénk kérni Györei Laurát. Köszönjük szépen, hogy itt van. Szeretnénk megkérni Józsi, Simos Józsefet, bocsánat. Simos Józsefet a csodálatos mesélés. Fogadják jól szeretettel, és hát... A csodálatos hangó Laurát, Melkes Laurát is kérnél. Fogad szeretettel, köszönjük szépen. Hát a táncosainkat, Horváth Leila és Pagladi Iris Kingának is szeretnénk átadni az emléklapokat, illetve a csodálatos ajándékokat. És köszönjük szépen! És szeretnénk megkérni a szintén csodálatos hangú Horváth Hanna Veronikát, ő is jöjjön ide hozzánk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Én még egyszer mindenkinek csodálatos napot kívánok. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek hozzánk. Ezt a kis felvételt, amit készítettünk Cserszeg Tomaj csillagairól, megnézhetik majd a cserszegtomaj.hu honlapon, és a képeket is. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt mindenki. További szép napot kívánunk, és akkor majd mindenkit külön felkeressünk a fellépéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen!